Ti Warframe istenek, kik játékban vagytok, szenteltessék meg a ti Warframe-etek, miképpen Voidban, úgy a Földön is. Kérlek, engedjétek meg nekem, hogy megcsináljam meg ezt a tutorial videót. Természetesen levágtam 6 kecskét és 3 kubron, azért, hogy ez megtörténhessen. Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok! El kellett mondjam ezt az imát, ne arogoljatok, hát tudjátok, hogy megy ez. A Warframe istenek engedélyét kell kérni, hogy bármit is csinálhass ezen a földön. Jöjjön Sarin, újra bemutatva. Kicsit már ez a Warframe, ez egy őrület, érted? Az ember megcsinál egy videót, így elmutatja, hogy hú, de jó kis ilyen buildet csináltam, és nagyon büszke rá, és stb. És akkor egyszer csak jön egy Sarin patch, és elhozzák az új skint például, ami... Ami szerintem ilyen tök jó. Sali ilyen jól néz ki, elegáns kis virágszál lett a Sarinból. Nagy Lotus, vagy mit tudom én, de így jól néz ki ez az új skin. Nem is rossz, és természetesen hozzá is nyúltak az összes képességes, és most már a szeretett Sarinunk, azt kell mondjam, hogy nem ugyanaz a Sarin, aki volt, ugyanis még az 1-es, 2-es és 3-as képessége, oké. De nagyon átalakították, ami az már, hogy itt látjátok, már ilyen damage per second-ön vagyunk. A távolság és a range, ami hat az ulti, az ugyanaz. Van neki így 3 másodperc az alapduration-je. A legtöbb, és ugye mindig képességen alakítottak egy kicsit, az 1-es, 2-es és 3-as képességen összesítve erősebb lett, és azt kell mondjam, hogy a 4-es képesség, ami az van, azoknál az ellenfeleknél, akik érzékenyek a viral damage-re és a toxic damage-re, azokra ráad egy plusz 100%-os további sebzést. Szóval nem rossz, ha van valamelyik ellenfél, nem tudom, aki érzékeny a viral damage-re, az nem 350-et fog kapni, hanem még plusz 350-et, ez olyan mennyi, az 900-at fog kapni összesen, bocsánat, 600-700-at fog kapni összesen. Szóval nem. Nem egy rossz dolog, az ulti egyben valahol a régi is, és nem a régi is. Emiatt lassabban öl, de öl. A vicc az, hogy át kellett alakítani azért a buildet. Úgyhogy hajnali 3-kor a Necro az űrhajója és a Simulacrum között ugrál tesztelve a mobokat. És ezt most majd el is fogjuk játszani. Hogy ott letezték a magukat, hogy lássátok a különbséget a régi és az új között. Hogyha látni akarjátok az régi mit tudott, akkor így le kell csekkolni a régebbi videókat. Azt kell mondjam, egy kicsit sajnálom is, egy kicsit nem is. Egy viszonylag jó crowd controlos lett most a Sarin, viszonylag jó. De sokkal jobban lehet számítani a 2-es, 3-as és 1-es képességének összességére. Így az összes képessége összesítve iszontatosan durva és csúnya dolgokat tud csinálni. Most valahogy, mintha az ultit elosztották volna a 4 képesség között, és azoknak az együttese tudja csinálni a dolgokat. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy 2 Sarin még mindig nagyon durva rendet tud teremteni az Orokin Derelik Defense-en például, vagy akár ilyen defense-en, de most már azt kell, hogy nem Sarin például az Extermination királynő, hanem az ember visszaveszi ezt a szerepet, mert egyszerűen az ultja lassan öl, és nem biztos, hogy észreveszed, hogy megöl, lehet, hogy kihagytál valamit, és az ember azért tűzizéjével simán letüríti az ellenfeleket, de egy egész jó szólósabb felé haladó karakter kellett. A sajnálatos benne, hogy a melee fegyver, ami nála van, igényli a Life Strike-ot, ami azt kell mondjam, ugye nem éppen az a mód, amit a leggyakrabban dob a játék. Múltkor volt szerencsém és kidobott egyet egy 20. wave-nél Akkádon, Eris Akkádon kidobott egyet. De nem egy gyakran dobott mód, úgyhogy ajánlom, hogy vagy hozza a trader, vagy kezdje el gyakrabban dobálni, mert a játékosok nagyon pöpecek lesznek, mert a Sarin, ha bár jók a újra a képességé, át van alakítva a képességé, de nem az a karakter, amire lehet számítani, Lifestrike nélkül egy kicsit hosszabb meneteken, egyszerűen el fog esni. És ez nagyon-nagyon zavaró. Hajnali 3-kor kísérleteztem mindenféle build-el, és
arra jutottam, ugye itt van a régi build, ami ilyen nagyon kevés idősen, illetve hát még ettől még kevesebb idősen rendelkezett. Az igazság az, hogy ez is hatékony még. Ez a build. Az a build is hatékony még, csak ugye így ez volt a különbség. Szóval ez a build is hatékony még, üt, de nem, mert nem az igazi az ulti. Tehát nem érdemes azt hiszem már a Sarind ultira buildelni, de jó még. Akkor létrehoztunk egy újat, itt egyik ismerősöm Elodéval. Létrehoztunk egy új buildet, amire végül is levettük az erőt. Mert ugye nincs kihatással az ultira az erő, de szerettük volna felhasználni a 1-es, 2-es, 3-as képességét, ami idő alapú, de megtartani közben az effektivitást, úgyhogy ezzel cserébe feláldoztunk egy kis range-et, feláldoztuk az erőt, és azt kell, hogy mondjam, hogy egészen jó volt abból a szempontból, hogy volt effektivitás, de valahogy érezted, hogy nem az igazi, és akkor fölmentem YouTube-ra és lecsekkoltam Rebekának, ugye a Digital Extreme Community Managerének a buildjét, ő nagyon szereti szerint, és a lehető, tehát tőlem telhető meglévő modokkal egy kicsit átalakítva, és kihozva belőle azt a képességet, azt lehetőleg ultira és 1-es, 2-es, 3-ra is buildelt, modolás, vagy nem tudom, tehát buildet hoztam ki belőle, ami még elfogadható, mert neki például benne volt egy olyan mód, hogy Prime Continuity, amire úgy 1000 órája várok, mert megvenni nem vagyok hajlandó, mert pofátlanul sok összeget kérnek érte. És mivel nincs Prime Continuity, ami nagyon hasznos volna ebbe a buildbe, így aztán basszák meg. Azt kell mondjam, viszont így Rebecca build-je némileg eltért, tehát nála 155 erő van. Ez azt jelenti, hogy az 1-es, 2-es, 3-os képessége csak egyszerűen erősebben hat. A power range az ugyanannyi volt, és az effektivitás 175. Az effektivitás szarin esetében nem vagyok hajlandó feláldozni, mert nagyon most főleg kiéhezetten számít az erejére. És azt hiszem, Rebecca egy jó buildet csinált, és azoknak, akiknek nincsenek meg azok a modok, hát így hirtelennyébe ezeket javaslom. Nyugodtan lehet leformázni 2-3-szor is a szarint, akinek jól esik, hogy legyen, és egyelőre valóban hatékonynak tűnik ez a build, amit most be is fogunk mutatni a szimulakrumba. És megpróbáljuk a szarint a régi teljesítményéhez viszonyítani, tehát az lesz egy ilyen régi teljesítményéhez viszonyítani, úgyhogy most ugorjuk át a szimulakrumba, és mindjárt visszajövünk. Nos, üdvözöllek a szimulakrumban. Akkor itt most leteszteljük azt kb, hogy a szarinnek a régi buildje vs az új nagyjából hogyan viszonyul a régi ulti és az új ulti. Ugye mit tudunk a régi ultira? Az, hogy kb. 45-ös enemy levelig, tehát ellenséges szintig, egy ultival leterítette a gyengébeket egyel. Tehát például a Corrupted Butcher az minden bizony a 45-ös szintig tutira halt egy ultival a régi szarinnál. És ha megnézitek, ez tényleg egész éjszaka azon tesztelgettem, paf, meghalnak. Meghalnak, de amint mondtam, azért érzékenyek a Wyrern-re, ha jól emlékszem, ezért dupla damage-et kapnak. A probléma nem itt kezdődik, szóval a legtöbb ellenfelet az ulti még mindig letel. Például itt egy Ancient Healer, legyen 10 darab Ancient Healer, 45-ös szinten, és őket már azért masszál, ők is érzékenyek ugye a toxikusra, és de egy párszor rájuk kell sütni, mint egyetek jó crowd control, mert sebzi őket, mint a hülye, van egy 700-as damage sebzés, de amit látjátok, egy párszor már el kell sütni az ultit, és ez így nem az a régi szarin, mert a régi szarin kettőből intézte volna, azt kell mondjam, a probléma még nem is ott jön, tehát itt is
Visszajövünk, leteszteljük még, akkor legyen valami becsületes teszt, és ugye akkor már itt járunk, oké. Bejövünk ide a heavy gunnerek közé, tök jó. Egy ulti, két ulti, három ulti, ahogy látjátok, négy ulti, öt ulti, és már körülbelül már el kellett volna halljanak. Mint az állat. Tehát bele kellett volna halljanak már rég, a régi szarin ultiába, de most már ez az ulti, ez a féle crowd control. Nem nőnek vissza az egyszer tuti. De még ultizol, és ultizol, és ultizol, és ultizol, és ultizol. Nem tudom, legalább raktak volna bele valami radiation damage-et, amitől elkezdik egymás lőni. De például az ilyen heavy gunnereket, akik 45 szinten nagyjából kettőből elintéztél, ugye tapasztalat drakon, ott nagyjából 30-as, 45-ös mobok jönnek, és az a régi szarin ulti kettőből intézte őket egyszer. Itt például gyakorlatilag kifogysz az energiából, ha meg akarom őket ölni. Leultizod, mint a szar, de gyakorlatilag semmit nem. Nem olyan hatékony, de viszont, hogy jó hírrel szolgáljak a szarin imádóknak. Na most ezért ugye kellene bele még egy forma, jó jönne egy Prime Continuity, hogy ne kelljen tovább húzni az időn. És ez itt a probléma most már a szarinnál, hogy kell bele egy Redirection, kell bele egy Vitality, kell bele egy... Prime Continuity, hogy Isten igazából egy probi legyen, tehát hogy el tudjuk kérni ugye ezt a videót, amit Rebecca tudott csinálni a videójában, mert úgy a szarin túlélő képesebb, de akiknek nincsenek meg ezek a modok, mint például nekem, akkor a szarin kevésbé lesz túlélő képes. Viszont a szarinnak a mostani előnye az az, hogy legyen, nem tudom, legyen valami átlagos, aki mondjuk vissza is lő, hogy az 1-es, 2-es, 3-as képességének kombinációja hatalmas sebzést képes okozni. A 2-es képességére rá tud kapcsolni az 1-est. És amit látjátok, hatalmas hatókörben hatékony. Ez változott, ez az egyik változás. Hogy hatalmas hatókörben hatékony, és sebzi, folyamatosan sebzi, egy 60 méteres körben sebzi az ellenfeleket. Ami egy nagyon jó dolog, ráadásul többször lerakhatod, és felrobban az egyik a másik, és amit látod, hullanak. Itt lett most a szarinnak az ereje, és gyakorlatilag, ha kombinálod az ultit, kombinálod a 2-es, 3-as képességével, akkor nagyon erős tud lenni. Azt kell, hogy mondjam. Még valahogy úgy nem az igazi, próbálkozik vele az embert, ízlelgeti, de nem, valahogy nem az igazi. Tehát rakjuk fel, tegyük fel, tegyünk be egy bombardot, tegyünk be egy heavy gunnert, hol van, tegyünk be egy ancient healert, hányan vagytok? Már 6-an, és akkor tegyünk be 4 ilyen cuccot, és próbálkozzunk meg lezúzni őket. Ugye ez majdnem nem egy ilyen voidos felállás, amikor már ilyen pain in the ass, és csak 45-ösen nem is szintén járunk, és a legnagyobb ellenségünk az Ancient Healer és a Bombard ezen a terepen. Hogy indítok? Én mondjuk kezdeném egy ultival, az megvakítja őket, bevinnék egy ilyen proxy-t, hopp. Bevinném a 2-es képességet, elkapcsolnám a 3-asat, és akkor adjál neki, amit lehet. De a bombard ugye azonnal le fog tudni szedni minket, hogyha nincs energiánk. És íme. Tehát nagyjából így lehet a szarinnal talán most már dolgozni. Többször el tud sütni az ultit, a 2-es képességet fel tud robbantani azonnal, és egy 60 méteres range-ben fog azért rájuk hopni, elméletileg ez a mérgezés. Ugye az 1-es képességedet rá tudod szórni, akkor azt ki tud lőni, még nagyobb sebzést okozva a környezetedbe.
Nagyon jó lett Infested ellene miatt, ugye, mert ráküldöd az egyes képességed, és az Infestedek előszeretettel megszeretik. És akkor csak fogod egyet, kilősz, és hatalmas sebzés fogsz körbeadni, és akkor karddal így körbemész, és elképesztő módon le tud őket zúzni. Ez lenne most a szari. Más, idegen, új és más stílust követel, más modokat követel, a kardjai más modokat követelnek. A harmadik képességéről annyit, hogy olyan damage-et képes produkálni, olyan erős damage-et képes produkálni, amilyen mondjaid vannak a kardodban. Szóval ha jó erős a kardod és jól van modolva, akkor az összeadódik a harmadik képesség toxikus damage-ével, és úgy fogsz tudni sebezni. Jó a szarén, de már nem az, aki szeretett ulti képességű tank, női tank karakterünk. Az új skin amúgy nekem tökre tetszik, szinte nagyon jó, főleg az új sisak. De most egy kicsivel szólósabb lett. És a szólósok szerintem fognak körülni neki, azok a régi játékosok, akik le tudtak hozni köröket, ODD-nél már nem fognak annyira örülni, mert nem fogják tudni ezt megtenni. Valahol jó is, meg nem is. Mert ugye a szarinak meg volt a kényelmessége, hogy bementél és lehoztál egyedül akár 20 kört egy Orokinderrel egy defense-en, néhány energy plate-tel. És nem kellett másra várni és számítani, valahol meg jó, mert most már ugye például az ember visszanyeri így értelmét Orokinderrel egy defense-en, a Nova visszanyeri az értelmét Orokinderrel egy defense-en például, vagy sok másik defense-en, ahol a szarin dominált. És ugye a csapatjáték visszanyeri értelmét azzal, hogy a szarinnak az ultiát ebből a szempontból megölték. Nem vagyok happy, de örülök is valahol neki, hogy újra meg kell tanulni a szarinnal játszani, más stílust alkalmazni, az az igazság. És jó lenne, hogyha akkor már a szükséges modokat, amelyek kellenek a kardokba, például mint egy Life Strike, vagy az ilyen Prime Continuity, a trader fogna magá és hozná, vagy a Life Strike-ot gyakrabban kezdeni eldobálni, mert most már úgy érzem, hogy tényleg egy szükséges moddá vált, hogy például a szarinnál ott legyen, és netán talán még a Rage is, hogyha mindig energiát akarunk arra, hogy megtartsuk azt a crowd control képességet. Ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, sziasztok!